Die Siedlung Sandaschewe befindet sich im Komitat Branau. Im Dorf spielen die Traditionen der Nationalitäten eine große Rolle. Sowohl die Säckler als auch die ungarndeutschen Sitten und Bräuche werden von den Einwohnern gepflegt. Janos Horváth, der Bürgermeister des Dorfes, erzählte unserem Team von der Geschichte des Dorfes und dem Ursprung seines Namens. Településünk már úgymond még a római időkben is lakott volt, de én majd csak onnan kezdem, hogy a 1700-as évektől kezdem, vagy a török időkben se halt ki. Ugye a török időkben elnéptelenedett az ország, és így már a Terézia betelepítette a svábokat ebbe a részbe is. Erzsébetre is ezekből a betelepített svábokból került. Külön volt Magyar utca, és külön volt a Német utca. Az itt élő akkori magyarok nem nagyon szívesen fogadták a betelepített svábokat, nem is sváboknak hívták, mint ahogy mindenhol hallom, hanem Erzsébeten savakoknak hívták a svábokat. Ugye hát ingyen kaptak földet, és ez volt az ellentét. Ha jól tudom, még bírósági perek is voltak abban az időkben. A településünknek a neve ugye Erzsébet, de ez valamikor attól volt függő, hogy hova tartoztunk. Ha pécsváradi apátsághoz, akkor Szent Erzsébet volt a település neve. A pécsi püspökséghez, akkor Püspök Szent Erzsébet volt a neve. A falunk sváb neve, ha beérkezik valaki a kis településünkre, akkor látja, hogy ki van írva, hogy Szenteséve. Ez egy annak köszönhető a név időzelvetében megfejtése, hogy nyáron diákmunkában egy ilyen kis német ismeretterjesztő füzethez kértem a diákok segítségét, és levéltárban is voltunk, amikor is egy levéltári anyagból kiderült, hogy egy sváb kovácsember készített Erzsébetről egy bélyegzőt, úgymond abban az időbeni bélyegzőt, és annak a lenyomata, ahogy az akkori sváb kovácsember ki tudta mondani SCH-val, Söntörsöböt, tehát a Szenteséve innen gondoljuk, ez a fonetikusan kimondott, és így van kis településeknek úgymond két neve, Erzsébet és Szent Erzsébet. Das Dorf hat eine aktive ungarndeutsche Selbstverwaltung. Der Bürgermeister des Dorfes berichtete darüber, dass sie glücklicherweise ein sehr gutes Verhältnis zur Dorfverwaltung hat. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó az együttműködés a nagy és a német nemzetiségi önkormányzat között. Nagyon jó a kapcsolatunk a vezetőivel, mint a úgymond a képviselőtestületi tagokkal. Da die Nationalitäten in der Gemeinde von hoher Bedeutung sind, wird seit mehreren Jahren ein deutsches Nationalitätenlager für Grundschulkinder organisiert. Während des einwöchigen Camps können die Kinder an traditionspflegenden Programmen teilnehmen. Das Ziel des Lagers ist, spielerisch über Traditionen zu lernen. Ez egy német nemzetiségi tábor, amire pályázatot adott be a helyi önkormányzat, és nyertek, és így tudtuk megvalósítani. Nagy részt pályázatból, kisebb részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával jött létre. És az a célunk, hogy a gyerekek élvezetesen, játékosan olyan információkat kapjanak, vagy olyan tudáshoz jussanak, ami a gyökereikhez vezeti vissza őket, és emellett egy kis kézügyességfejlesztésről is legyen szó, tehát játszva tanuljanak gyakorlatilag. Ezért a programban olyan dolgokat veszünk be, ami minden nap valami nemzetiségi múlthoz kapcsolódó téma. Hétfőn például a környékbeli települések pacskereinek a mintáit hímeztük. Kedden egy német nyelvű üdvözlőtáblát festettünk, szerdán Óbányán voltunk megnézni szintén a helyi német gyűjteményt, ami egyébként nagyon szép. Ma szőnek, és holnap pedig svábbát fogunk tartani. Délutánonként táncot tanultak, és akkor ezt holnap úgy eltáncolgatjuk, meg szól a zene, és jól érezzük magunkat. Ez a táborzárás. In diesem Jahr nahmen 13 Kinder an dem Camp teil. Natürlich ist dies nicht das einzige traditionelle Programm, das angeboten wird. Es zeigt auch, dass es im Dorf Raum für alle Nationalitäten gibt und dass sie gut zusammenarbeiten. Janos Horváth, der Bürgermeister des Dorfes, erläuterte, dass diese Programme für ihn wichtig sind. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a kultúrák, ezek a hagyományok, ezek fönt maradjanak, és hogy a fiataljaink, az utánunk jövő generáció szintén ápolja, és szintén nagy hangsúlyt fektessen arra, hogy ezt
ő is még tovább tudja adni, hiszen így színes a világ, a világ az úgy szép, hogyha ha van benne minden, tehát van benne egy kis sváv, van benne egy kis cigány, egy kis magyar, egy kis sokac, egy kis szerb, tehát így vagyunk, én azt gondolom összerakva, és ez így szép. In 20. Éve sind auch eine Kirmes und ein Treffen der schwäbischen Blaskapellen geplant. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Sie hoffen auch, die Tradition des Nationalitätenlagers in den kommenden Jahren erfolgreich fortsetzen zu können und mehr Kinder, die am Lager teilnehmen möchten, willkommen zu heißen.